Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mit akar most közölni veled, ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. A központi téma, illetve az, amit mondani akar, az itt látható középen, és ez a növény jelenti a hűséget. Vagy azt akarja közölni, hogy ő hűséges hozzád, vagy ezek az elvárásai, hogy te légy hűséges. Ez nem csak a szerelmet illeti, hanem bizonyos helyzeteket, amikor meg akarsz tartani valamit, mint például a munkahelyet, légy hűséges a munkahelyedhez. És mit szeretne még mondani? Te vagy itt ez a királynő, amennyiben te egy hölgy vagy, és elfoglalod itt a helyedet. Amit ő mondani szeretne, hogy szimbolikusan vedd kezedbe ezt a kardot, és vágd el a félelmeket. Lehet, hogy bizonytalan vagy, és felteszed a kérdést, hogy hűséges-e, igen vagy sem, és pontosan ezt kellene eltávolítani a gondolataidból. Amit ez a kártya még jelent, az a levegő eleme. Itt ötletekről, tervekről van szó, és kommunikációról. Ahogy látható, te vagy a királynő, tehát te irányítod itt a dolgokat. De nem tudod hogyan, hiszen fáj a fejed, nem tudsz aludni, nem érzed jól magadat. Itt is a kartok láthatóak, ami utal a tervekre, vagy a kommunikációra. De itt a 9-es szám olyan, mint egy kerítés. Amikor nem megy tovább, de van lehetőség, hiszen át tudsz mászni ezen a kerítésen, és akkor magad mögött hagyod ezeket a gondokat, problémákat, kilépsz ebből a szűkös helyzetből, és akkor utána előre mennek az események, hiszen indul a 10-es szám, és ez utal egy új kezdetre, amikor egy új periódus kezdődik az életedben. Amit ő még mondani szeretne, hogy itt már megjelenik a 10-es szám, és ez tényleg egy új kezdetre utal, ő ugye még lehajol, vannak itt még gondok, fel kell vennie valamit, rendezni a dolgokat, kicsit nehéz ez az új kezdet, de mégis nyitott erre. Itt szintén a 10-es számról van szó, tehát újra megjelenik ez az új kezdet, hiszen ez a szám erre utal, itt indul kettőtök között egy új periódus. De a múltat zárt le, neki is le kell zárnia a múltat, és akkor itt lesz jövő. Akkor is, ha a kezdet még nehéz, de itt az arany érmék jelentik a föld elemét, és az utal reális dolgokra. Tehát amit terveztek, amiről álmodoztok, az most megvalósul. Amit az érmék még jelentenek, az anyagiak, vagy a munkája, lehet, hogy itt még vannak nála nehézségek. Ami téged illet, ha te egy hölgy vagy, őrizd meg a belső nyugalmadat, és hagyj, hogy minden úgy magától kialakuljon. Itt ez a férfi közeledik feléd, a kezében van ez a bot, és jelenti a tűz elemét, utal az ő bátorságára, a kihívások ellen is, hiszen meg tudja védeni magát. Azon kívül jelenti a testi kapcsolatot, a lelkesedést is. Viszont, ahogy látjuk a képen, ő még visszafele tekint, és ez utal még a múltra, amit még le kellene zárnia. Itt is jön feléd, a kezében van a kehely, ami jelenti a víz elemét.
és a víz eleménél mindig érzelmekről van szó, tehát lelkesedéssel, érzelmekkel közeledik ugyan hozzád, de itt is úgy félrenéz, mert még vannak bizonyos dolgok, amit neki el kell intéznie. Itt látható ez a lovas hintó, szintén a mozgásra utal, ő irányítja a dolgokat, és itt előre mennek az események. Itt lesznek változások. Ez a hintó lehet egy utazás, vagy egy költözködés, de mindhárom kártyánál láthatóak a lovak, ami utal a mozgásra, tehát itt gyorsan pörögnek most az események, és ezt közli veled, hiszen ennél a jóslásnál kommunikációról van szó. Lehet, hogy tervez egy utazást, vagy tervez változásokat, amit közöl veled. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!